Ezt és ehhez hasonló drónos felvételeket is láthattak mindazok, akik elfogadták a Bonyhádi Német Önkormányzat meghívását idei első rendezvényükre. Ez egy különleges dolog, hisz Szentes Gábor drónpilóta, és a környék, nem csak Tolna, hanem Baranya megye összes evangélikus templomaiban repült, és be tudja szépen mutatni. Ez volt egy olyan indítatás, hogy hívjuk meg őt, hisz ilyen még nem volt. Én se láttam még ilyet, valamint a bonyhádiak sem. Második világháború után a kitelepítés során nagyon sokat, sok evangélikus lakost telepítettek ki, és a templomok hívők nélkül maradtak. Vannak gondok, ahol van, amelyik templom már összedőlt, és van, amelyiket pedig fel kell újítani. Ez is rávilágít arra, hogy ezek az evangélikus templomok milyen állapotban vannak. Nagy öröm például az, hogy Murgán elindult a templom felújítása, Szabó Margit felkarolta, és egy lelkes társaság nagyon sokat dolgozik azon, hogy ez megvalósulhasson. Az első körben már erre kaptak is pénzt, és folyamatos a felújítás. Az esti előadás témája tehát az épített örökség volt, az érdeklődők a felvételeknek köszönhetően madártávlatból láthatták a Tolna és Baranya megyei templomokat. Nem tudom, hogy pontosan hogy és mint lesz ilyen spontán, mert elő fog jönni a drónozás, hogy kezdődött, mint kezdődött, hogy kerültem be az evangélikus templomokba és a többi templomban, mert nem az evangélikus templomok. Ról szól ez most már, hanem mindenről. Tehát ami jó, ami szép, amit föntről meg lehet mutatni, amit a madarak látnak, lentről viszont mi nem. Mondjuk egy tavasszal, amikor kikelnek a növények, és az egyik táblának ilyen színe van, a másiknak olyan színe van. Régen, amikor a régi időben szántottak, akkor milyen görbék voltak a borozdák. Most meg GPS alapján, ugyebár amin a drón is tájékozódik, nyíl egyenesek, gyönyörű. Először kint csináltam a templomokról, a videókat repülgettem, az evangélikus templomokról szól az előadás témája. Úgy van meghirdetve, hogy a völgységi evangélikus templomok, de nem szabad elbontani. Tehát a Tolna baranyai összes evangélikus templomnak itt van a hely az előadáson. Ezeket csodálatták meg a vetítés keretében mindazok, akik áldoztak idejükből erre a német önkormányzat által szervezett előadásra. Szász Gábor építész a murgai templomban talált időkapszuláról beszélt a kora esti rendezvényen. Tulajdonképpen kiegészítem a fő attrakciót, a Szentes Gábor előadását egy képes beszámolóval és rövid szöveggel arról a építkezés felújítás során fellelt alapkőről, egy kőládáról, ami a murgai evangélikus templom felújítása során került elő. Egészen véletlenül, amikor a fal szigetelési munkákat végezték, átfűrészelték a fal testet, akkor derült ki, hogy ez a láda az oltár mögötti falfülkében van elrejtve, ami belülről teljesen el volt falazva, tehát nem volt ismert, hogy hol a pozíciója. Az építés történeti kutatás említette, tehát tudható volt, hogy valahol falazatban elrejtettek egy ilyet, és már kétszer ki is bontották a múltban, viszont az aktás pozíciója nem volt ismert. Szinte mindenhol találni valamit. Jellemző az, hogy időkapszulákat elhelyeznek az elődeink, de jellemzően nem ezekben a pozíciókban, tehát általában egy-egy templom torony kereszt alatti gömbjében, vagy csillag alatti gömbjében, és ott elég jó állapotban át is vészelik ezeket az időket. Itt most egy sötét, kicsit nyírkos, párás közegben volt ez elrejtve, ami a kőnek magának nem ártott, de benne az időkapszulának, ami pergament is tartalmazott, annak már bizony igen. Nem bontották még ki a levigaszolt üveget, az majd egy papírrestaurátor dolga lesz, egyelőre előkészítés alatt van. Az évindító rendezvényt követően a Bonyhádi Német Önkormányzat számos programmal készül még 2023-ban. Ebben az évben több olyan filmvetítés is lesz, ami a németség kitelepítéséről szól. Április 30-án lesz itt Bonyhádon a Deutsche Bühne Ungarnak egy előadása, és ez egy interaktív előadás. Erre is nagyon készülünk. A beszélgetés a németség múltjáról és jelenéről címszóval ellátott esemény nem csak a helyieket mozgatta meg. Én nagyon örülök neki, hogy nagyon mozgathatóak. Most is eljöttek a Parhantról, de nem csak a szűk környékről jöttek Teverről, hanem még Szekszárdról, Kalaznóról,
Mucsiról is eljöttek, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy érdekli az embereket. Volt már könyvbemutató is, és a Spinstubét is szervezzük, ami egyedülálló szint az országban. Készítettünk is egy rollább kiállítást. Most készül egy kiállításunk a pacskerokról. Tehát rengeteg mindent teszünk, és bízunk abban, hogy érdekes programokat tudunk összeállítani, és hogy majd a következő generáció is ezt átveszi, és továbbadja mindazt, amit mi eddig megteremtettünk, vagy amit már mi is örököltünk az elődeinktől. A reformáció 500 éves megünneplésére itt Bonyhádon került sor az Evangélikus Gimnáziumban, és erre az alkalomra az Evangélikus Egyházközség készítetett egy rollápot, mégpedig a Völtség minden evangélikus templomáról. Erről Máté Réka készítette a fotókat, és készült egy rolláp kiállítás, és mivel ez pont ide illik, megkértem Esperes urat, hogy hozza le ezt a kiállítást. Ez is színesítette a Vörösmarty Mihály Kulturális Központ aulájában megrendezett eseményt.